Jó estét kívánok, ez a programpont. Válogassanak velünk ma is ajánlataink közül. Legyen tánc című turnéjával érkezik Miskolcra a Honey Beast. A műsorban a Szegedi Kortárs Balett is közreműködik. A koncerten egy mai történet bontakozik ki, mely iróniával reflektál korunk kibogozhatatlan zagyvaságaira. A tánc koreográfia ezt a sztorit teszi még inkább átélhetővé. A koncert március 1-én este 7 órakor kezdődik a Művészetek Házában. Vasárnap ismét régiségvásár lesz Miskolcon. A főutca benépesül, ahol régmúlt idők emlékei csecsebecséi között lehet majd barangolni. Ezúttal is antikvitások sora lepi majd el a főutcát, de az Erzsébet tér és a Városház tér is megtelik majd árusokkal. Az előrejelzések szerint kellemes, koratavaszias idő várja a régiségvásárra látogatókat. Berecki Zoltán lép fel március 5-én kedden este 7 órától a Művészetek Házában. A népszerű színész énekes ezen az estén egy teljesen új hangzásvilágú, egyedi hangulattal köszönti a hölgyeket nőnap alkalmából. A műsorban a jól ismert és népszerű dalokon kívül lírai, ünnepi dalokkal is készül zenész társaival közösen. A korszakos zongoravirtuóz és zeneszerző Szergej Rachmaninov harmadik zongoraversenye igazi szólista kihívás. A mű kevés hazai tolmácsolója közé tartozik Balog József, az idén Liszt Ferenc díjjal kitüntetett zongoraművész, a Miskolci Szimfonikusok visszatérő vendégpartnere, aki örömmel vállalkozott a nem mindennapi feladatra. A különleges előadás március 4-én hétfőn este 7 órakor kezdődik a Művészetek Házában. Programajánlóval a holnap esti híradó után is várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. További szép estét, jó tévézést kívánok, viszontlátásra! A műsor támogatója a Roland Divatház Premier Outlet.